Ez a kosár a kékcápák utolsó hazai meccsén született még az A -csoportban. a következő, már B csoportos kosára azonban még egy ideig várni kell. Azt még nem lehet tudni, hogy ki és melyik csapat ellen szerzi a kosarat, az viszont biztos, hogy a cápák kispadján Horváth Ákos ül majd. A korábbi 90-szeres válogatott kosaras az elmúlt év végén még játszott Veszprémben, majd tavasszal már ő ült a csapat kispadján. Mint a Nyíregyházi klub ügyvezetője elmondta, fiatal, motivált edző szerette volna szerződtetni. Az a projekt, amivel belekezdünk, és az a koncepció, amit fölvázoltunk, az egyértelműen az ákos személyét erősítette meg. Fiatal edző, viszont 90-szeres válogatott kosárlabdázó, komoly nemzetközi tapasztalattal, dolgozott már utánpótlásban, vezetett már felnőtt csapatot is és abszolút a fiatal központú kosárlabdázás az, ami az ő szem előtt is lebeg. Mi is egy új koncepció mentén indulunk el, csak olyan játékosokkal szeretnénk gondol olyanokban gondolkodni, akik tetrekészek, ambiciózusak, esetlegesen még csiszolatlandi gyémántok, őket szeretnénk egy komoly csapattá összegyúrni, Ez Ákos személye azt gondolom, hogy kiváló lesz. A 42 éves szakember egy megalkuvás nélkül harcoló csapatot szeretne látni a pályán a következő szezonban. Ha egy csapat csapaton látszik, hogy, hogy vért izzad és kúszik-mászik, ahogy, ahogy talán ismétlen magam itt az imént egy kérdésre, hasonlóképp fogalmaztam meg, hogy ha sprintben közlekedik mindkét irányba egy csapat, ha minden kontaktot felvállal, ha minden szabad labdáért vetődik, <kül> akkor, akkor nyilván lesz ellenfél, aki elvileg ugyanezt csinálja, és lesznek képességbeli különbségek, és valahol ott jön az, hogy mi tudunk mi hozzátenni a pályán kívülről, milyen kohéziót tudunk kiépíteni a játékosokkal. Valahol ez lenne a, leginkább a célom és a legelső célom, hogy, egy olyan csapatot hozzunk létre, ami ilyen szempontból szerethető. A légiusok mellett négy magyar kosaras is távozott a cápáktól. Bazsó Bruno, Fazekas Csaba, Kas Balázs és Kis Benedek is az átcsoportban folytatja a pályafutását. Őket egyébként szerettük volna itt tartani, kisebb-nagyobb okok miatt nem sikerült. Én azt gondolom, hogy minden négyüknek köszönjük az itt eltöltött éveket, és értjük a döntésüket. A érkezők közül már, illetve maradók közül már négy ember tudok is mondani. Szobi Dániel, Vaskó György, végső Bálint, illetve Bonifer Bendegúza csapat kötelékében marad. Velük nagyon könnyen sikerült megegyeznünk, és tetre készen várják a következő szezont. Jelenleg négy érkezőről tudok beszámolni, talán a leginkább ismert Nyíregyházán Búsi Iván neve, akinek elévőhetetlen érdemei vannak mind a feljutásban, mind az első átcsoportos évünkben. Egy év kitéri után tér vissza, vele is gyakorlatilag napokon belül sikerült megállapodni, és ő is harcra készen tér vissza hozzánk. Nagyon bízom benne, hogy mind a pályamutató teljesítményével, mind az öltözőben is és a pályán kívül egy komoly segítség lesz idén is nekünk. Ezen kívül három érkezőről tudok beszámolni. Nagy Simon érkezik másodosztályból, Füzi Robert, illetve Tarján Izsák a Honvéd gárdájából. Többeknek már van A tapasztalata, vagy a B csoportban van komoly múlt mögöttük, illetve a legfontosabb szempont, hogy akarnak, úgyhogy ezért választottuk őket. Az új idényt a szokásos képzőtábor vezeti majd fel, augusztusban pedig kezdődik a felkészülés. A Sitko Ernő emléktornás szeptember 8-án és 9-én rendezi meg a Hübner Nyíregyháza a Sharks.